Zoli, klassz, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, szia-szia. És nem először vagy itt a Blue programján, viszont először vagy valamilyen szerepben, hogy nem csak résztvevőként, hanem egy nagyon izgalmas szerepkörben érkeztél ide hozzánk. Egy szakmai podcast beszélgetésben vettél részt a délelőtt folyamán. Igen, ezt meg tudom erősíteni, nagyon jól éreztem magam, és köszönöm tényleg még egyszer a meghívást. Mi volt ennek a beszélgetésnek a témája? Alapvetően a kékgalérosok helyzete ma a munkaerőpiacon, a kompetenciák jelentősége magában a szervezetben, a szervezeti kultúrában, mennyire képezi a részét, és mennyire nagy jelentősége ez jelen esetben a jelenlegi munkaerőpiacon a munkaadók számára. Te, mint HR vezető, hogy látod, hogy lehet-e vagy kell-e szükségszerűen definiálni azt, hogy a vállalati stratégia részeként ott legyen, hogy foglalkoznunk kell a termelésben dolgozóknak a készség és képesség fejlesztésével? Jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy a legnagyobb érték minden munkáltató részére maga a munkavállalók, azok a dolgozók, akik az értéket teremtik. Úgy abszolút azt gondolom, hogy a vállalati stratégia, ahol nem képezi részét, azoknak nincsen jövőképe, vagy hosszú távon nem lesz miről gondolkodniuk. Mert a munkavállalók olyan munkahelyet keresnek, ahol odafigyelnek rájuk, ahol lehetőségük van fejlődni, karriert építeni, kiteljesedni, és egy kicsit megvalósítani önmagukat, és az egyén céljait össze tudjuk egyeztetni a vállalati célokkal, de azt gondolom, hogy az a közös siker. Zoli, azt szeretném megkérdezni, hogy szerinted a cégek, a szervezetek tudják pontosan, hogy milyen tudás van a munkavállalóknál? Én azt gondolom, hogy erre nem fordítottak elég figyelmet az elmúlt időszakban, és most a jelenlegi munkaerőhiány az egyértelműen a szervezeteknek a figyelmét a kékgalérosokra fogja irányítani. Én azt gondolom, akik már elkezdtek tudatosan az ott dolgozó kompetenciájával, tudásával, képességeivel foglalkozni, azok lépés előnyben vannak, főleg, hogyha célirányosan már elkezdték esetleg képezni, fejleszteni őket. Én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező időszakban meghatározó lesz a munkaerő piacon, és azok a cégek kerülnek előnybe, akik ezt jól tudják működtetni, használni és alkalmazni. És mit jelent ez a vezetők szempontjából, hogy nekik mit kell csinálni, vagy hogyan kell fejlődni, hogy értsék és érezzék ezt a jelenséget? Azt gondolom, hogy a vállalati kultúra csak fentről lefelé tud megvalósulni. Hogyha fent van egy elköteleződés, megvan a stratégia, és ezt következetesen átviszik a szervezetbe a közép- és alsó vezetői szintre, és ezt, hogyha megkérdezzük az adott szervezetben a munkavállaló, ő érzi a mindennapjaiban ezt a törődést, ezt az odafigyelést, a visszacsatolásokat, az, hogy fontos a szervezet számára, akkor azt gondolom már tettünk valamit. Akkor valahol ez azt is jelenti, hogy a versenyképesség kulcsa egy ilyen elkötelezett és motivált munkavállaló, aminek lehet az egyik fő mozgatója a készségek és a képességeknek a fejlesztése. Teljesen egyetértünk. De azt gondolom, hogy látnunk kell, hogy az adott munkakörben a munkavállaló milyen képességek és kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy ezt jól el tudja végezni, és a készségeit össze kell egyeztünk azokkal a munkahelyi szerepekkel, amivel foglalkoztatni szeretnénk őket. És ahol ez nem tud megvalósulni, ott nem lesz sikerélmény, ott nem lesz az, hogy jól tud teljesíteni, frusztráció lesz, nem kap pozitív megerősítéseket. Magyar, ez nagyon fontos. Zoli, köszi, nincs időnk arra, hogy ezt jobban kibontsuk, de nagyon örülünk neki, hogy itt voltál velünk, és folytassuk egy fél év múlva.